Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a világ jelenlegi állapotával? Nagyon nem jól. Mi baj van a jelenlegi világgal? Semmi. Micsoda? Mi baj van a jelenlegi világgal? A világgal van baj, emberekkel. Nem a világgal van baj, hanem az emberekkel. Jó nézőpont, persze, abszolút. Tényleg így van. Az emberekkel van baj. És mi baj van az emberekkel? Akkor úgy kérdezni. A tudatlanság, a nem törődőség. Valaki ezt mutatta, hogy... És ez miben nyilvánul meg? A hozzáállásokhoz. Hozzáállásukhoz? Na nézzük meg, mivel is foglalkozunk, jó? Mert ugye ez a lényeg, hogy mivel is foglalkozunk. Mit csinálunk? Képzéseink vannak, méghozzá a coach területen. A coach azt jelenti, hogy edző. És igazából a coach az képes arra, kicsit olyasmi, mint a pszichiáter, de, illetve a pszichológus, nem a pszichiáter, a pszichológus. De mégsem, mert ugye a pszichológus azt csinálja, hogy meghallgatja az ügyfelét, a betegét, úgy is lehetne mondani, aztán ad neki valami tanácsot. A coach pedig arra képes, hogy rávezesse az illetőt a problémájának az okára, és a megoldásra is rávezesse, tehát hogy képes legyen az ember arra, hogy megoldja a problémáit. Tehát magyarul a coachokat jellemzően nem olyan emberek keresik meg, akik mondjuk depressziósok, mert egy depressziós ember az nem fogja megoldani a problémáit, mert ahhoz, hogy ő meg tudja oldani a problémáit, ahhoz jó állapotba kellene lennie. Tehát egy depressziós ember, hogyha nem hozza magát jó állapotba, akkor hiába kap okokat, hiába kap megoldásokat, hiába kap módszereket, nem fog vele mit kezdeni. Tehát ezáltal a coachokat olyan emberek keresik meg, akik nem depresszió szintjére vannak süllyedve jellemzően, hanem akik még viszonylag tevékenyek az életükben, de nincs tudásuk arra, hogy egy problémát leküzdjenek. És ha az ember nem küzd le egy problémát, akkor hát sajnos az a probléma az elkezd akár búrjánzani, és még nagyobb problémát tud az életben okozni. És amikor az emberek nem jókedvű embereket látnak, azért nem jókedvű embereket látnak, mert az embereknek problémáik vannak. Tehát egy jókedvű ember azért jókedvű, mert nincsenek problémái. Vagy aki jókedvű tud maradni, azért tud jókedvű maradni, mert nincsenek problémái. Tehát az életünk úgy működik, hogy minél több problémánk van, annál rosszabb és rosszabb és rosszabb állapotba kerülünk tartósan. És az, hogy egy problémát meg tudunk-e oldani, az mindig kizárólag, tehát kizárólag tudás kérdése. Tehát tudás kérdése, és nyilván cselekvés kérdése. Tehát, mint az imént említettem, hiába van mondjuk egy depressziós embernek tudása, akár még mikor nem volt depressziós, tanulta, hogy mit, hogyan kell csinálni,
mondjuk hogyan kell egy adott problémát megoldani, és akár hiába van tudása egy adott problémára egy depressziós embernek, gyakorlatilag nem képes a cselekvésre, amiatt a hangulat miatt, amiben van a depressziós ember, az egy bánatos, tartósan bánatos ember. Szomorú, bánatos ember. Tehát lényeg az, hogy az embernek az egyik legfontosabb lenne az életében, hogy jó hangulatba tudja magát tartani. Tehát jó hangulatba tudja magát tartani. Vagy, ha éppen már nincs túl jó hangulatba, hát akkor képes legyen arra, hogy feljöjjön a hangulatba. Mi kell ahhoz, hogy az ember feljöjjön a hangulatban? Tehát, hogy jobb hangulatú legyen. Jellemzően az ember egy olyan lény, amelyiket az ember hangulatát leginkább a környezete határozza meg. És azon belül pedig elsősorban a környezetében lévő emberek. De vannak olyanok, akik például ugye a hangulatjavítást azt úgy csinálják meg, hogy például mondjuk elmennek a természetbe, és ezáltal jobb hangulatúak lesznek. Vagy például vannak olyanok, akik elmennek ilyen, mit tudom én, ilyen kölyök, állatok közé, és akkor annak hatására ugye jobb hangulatúak lesznek. De ugye az a fő probléma, hogyha az illető, amelyik ezáltal jobb hangulatú lesz, de visszamegy abba a környezetbe, amiben egyébként éli az életét, akkor visszazuhan arra a szintre, amelyikben van. Tehát az ember alapvetően nem egy olyan lény, hogy mondjuk a lakásában állatokkal szeretné eltölteni az idejét, vagy nem egy olyan lény alapvetően, hogy a lakásában mondjuk növényekkel szeretné eltölteni az idejét, ami azt jelenti, hogy jellemzően ugye az embernek nem úgy kellene élni, hogy a növényekhez beszél, meg nem úgy kellene élni, hogy az állatokhoz beszél, mert azoktól nem kap emberi nyelven visszajelzést. Nyilván kap visszajelzést, mert hogyha valaki gondoskodik a növényekről, akkor azok szépek. Ha gondoskodik az állatáról, akkor az fejlődik, meg aranyos, stb. Stb. De nem olyan jellegű kommunikációt folytatnak a növények meg az állatok velünk, mint például az emberek tudnak. Tehát, hogyha az ember tényleg ember akar lenni, akkor ugye olyan emberekkel kell együtt lennie, hogy azok az emberek jó értelemben hassanak az ő életére és jó hangulatot csináljanak nála. Olyan emberekkel kell lenniük, akik nálánál jobb hangulatúak, és az ember bekerül egy mondjuk egy olyan emberek közé, akik nálánál jobb hangulatúak, akkor az ember egy idő után följön arra a hangulatra, amiben azok az emberek vannak, akik jobb állapotúak, mint ők. Ez bizonyára mindenki tapasztalta, de mégsem ezt csinálják alapvetően az emberek, hanem kísérleteznek. Hát kísérleteznek olyanokkal, hogy például mit tudom én, kerülik az embereket, és akkor inkább növényekkel próbálnak kommunikálni, vagy kerülik az embereket, és inkább állatokkal próbálnak kommunikálni, de ennek sose lesz egy olyan pozitív végeredménye, mint az emberekkel történő kommunikáció. Miért? Nagyon egyszerű, mert az emberek tudnak tanácsokat adni az embereknek. Hát azért kíváncsi lennék, hogy egy növény neked mikor fog tanácsot adni, vagy mondjuk egy állat mikor fog neked tanácsot adni. Arra azért befizetek. Szóval lényeg az, hogy
az emberek tudnak tanácsot adni, és nem a rossz állapotú emberek tudnak tanácsot adni, hanem a jó állapotú emberek tudnak tanácsot adni. Tehát ha az embernek van egy kis gógyia, akkor kell keresni egy olyan közösséget, ahol jó állapotú emberek vannak, és okos, értelmes emberek vannak. Tehát nem elég, hogy okos és értelmesek az emberek, hanem jó állapotúaknak is kell lenni. Mert már bizonyára sok olyan emberrel találkoztál, aki okos, értelmes, de rossz állapotban írtó hülye. Tehát magyarul az az okos értelmes azt jelenti, hogy volt valamikor okos, meg értelmes, amikor nem volt rossz állapotú. Oké? Hát én még nem láttam rossz állapotú embert okos értelmesnek. És gondolkozzatok el ezen. A rossz állapotú emberek elvesztik az okosságukat, elvesztik az értelmességüket, és bármilyen tényleg okos értelmes emberekről van szó, akik rossz állapotba kerülnek, azok ezt elvesztik. Oké? Na most az is fontos, hogyha az ember bekerül mondjuk egy olyan közösségbe, ahol jó állapotú emberek vannak, és ezáltal is okos értelmesek, és meg tudják tartani az okos értelmes képességeiket, akkor az ember egy olyan közösségben tud értelmes dolgokról beszélgetni az okos, értelmes, jó állapotú emberekkel. Próbáld ki, ha nem hiszed, beszélgess rossz állapotú emberekkel, és okos, értelmes dolgokról nem fogsz tudni velük beszélgetni. Tehát még egyszer mondom, találkozz nyugodtan rossz állapotú emberekkel, de hogy okos, értelmes dolgokról nem fogsz tudni beszélni velük, az hold biztos. Mit jelent az, hogy okos, értelmes dolgok? Ami pozitív változást tud létrehozni a saját életetekben. Világos voltam eléggé. Ami nem hoz létre pozitív változást az életetekben. Vagy esetleg negatív változást képes létrehozni az életedben. Az nem okos, értelmes dolog. Világos ez. Tehát te például azt gondolod, akár férfiként, mert ugye a férfiak jó része szereti a sportot. És neked van egy olyan ismerősöd, akivel a sportról jól el tudsz beszélgetni. Aha. És attól más lesz a mérkőzés eredménye, a sportolók mérkőzésének az eredménye, hogy ti beszélgettek arról a sportolóról, vagy arról a sportról. Nem. Tehát magyarul eltöltötök kommunikációt olyan témában, amihez az ég adta világon semmi közöd. Mert ahhoz van közöd, amire hatással tudsz lenni. Oké? Amire te nem tudsz hatással lenni, gyakorlatilag ahhoz semmi közöd. Világos voltam? Most akkor gondoljátok végig, ha találkozol emberekkel, akár régi ismerősökkel, alapjában véve mostanában, miről szól az emberek kommunikációja? Olyan dolgokról, amihez az ég adta világon semmi közük. Miért? Mert gyakorlatilag nem tudják azt semmilyen szinten befolyásolni. Világos ez? Tehát, amikor az ember olyan dologról beszél, amire nincs hatása, az nem okos, értelmes kommunikáció. Világos voltam. Na most az embernek van egy ideje. Az az idő,
onnantól, hogy megszülettél, odáig, hogy meghalsz. Aközt van mindenkinek egy ideje. Tehát onnantól, hogy megszülettél, az időt fogy. A soha nem lesz több. Világos ez? Tehát az életedben bármennyi időt elpazarolsz, a senki soha nem fogja neked visszapótolni. Még a jó Isten sem. Azt elpazaroltad. Az emberek erre nem gondolnak. És pazarolják az idejüket. Pazarolják, pazarolják, pazarolják. Olyan dolgokra, amiben semmi okosság és semmi értelem nincs. Tehát még egyszer mondom, az az okosság és az az értelmes dolog, ami pozitív változást tud hozni az életetekbe. Érted? És hogy most miért többen számba beszélek? Lehet, hogy egyedül élsz, akkor a te életedbe. Lehet, hogy ketten éltek együtt, akkor kettőtök életébe. Lehet, hogy egy baráti közösségedbe vagy, akkor akár a baráti közösségedbe, stb. 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 Tehát még egyszer mondom, az az okos értelmes dolog, ami pozitív változást tud létrehozni az emberek életében. Világos ez? Régen, ha megnézed, én még emlékszek ilyen dolgokra, az emberek, ha beszélgettek, akkor tényleg vagy okos, értelmes dolgokról beszéltek, vagy szórakoztató dolgokról beszéltek. A szórakoztató dolgok az azt jelenti, hogy jókat nevettek azon, amit mondtak. Ugye az is okos, értelmes dolog, ha szórakoztató dologról beszélnek az emberek, mert jókedvet csinál. És a jókedv csinálás az egy okos, értelmes dolog, mert ha az embert jókedvre derítjük, akkor a gondolkodása az felgyorsul. Felgyorsul. Tehát nézd meg, hogy ugyanaz az ember, mondjuk, ha jókedvű, akkor milyen tempóba tud beszélni, vagy ugyanaz az ember, mondjuk, depressziós, milyen tempóba beszél. Hát a depressziósból úgy kell kihúzni a szót. Oké? Gondold végig. Egy jókedvű ember, ebből nem kell kihúzni a szót, egy jókedvű ember, az nem ül be a sarokba. Már nincs sarok. De ott van. Érted? A fal vége. Mert ugye az nem jókedv, amikor az ember megpróbál másoktól valamilyen szinten távolságot tartani. Tehát a jókedv azt is eredményezi, hogy az ember az központba akar lenni. Egy jókedvű ember az központba akar lenni. Vagy legalábbis ott az emberek központjába akar lenni. Világos ez? Lehet, hogy nem azt jelenti, hogy éppen ő beszél, de ott van a közvetlen közelébe annak, aki beszél. Érted? Az ember egy olyan lény, akinek van valami érdeklődési köre. Mindnyájunknak van valami érdeklődési köre. Bár egy depressziós embernek már éppen nincs érdeklődési köre. De hogyha az ember még nem depressziós, hanem csak fél, akkor még valamilyen szintű érdeklődési köre van, méghozzá mire vonatkozóan? Az olyan témákra, amik félelmet idéznek elő. Na most képzeld el, hogyha egy ember olyan témákban érdeklődő, ami félelmeket idéz elő,
akkor ettől majd kevésbé fog félni. Pedig neki pont arra kellene törekedni, hogy kevésbé féljen, nem? Vagy például egy haragos ember, az milyen témákban lesz érdeklődő? Olyanban, amiben lehet dühöngeni. Na most gondold végig, vajon, hogyha egy ember olyan témákban érdeklődik, amiben lehet dühöngeni, az vajon pozitív? Az vajon jobbító hatással van az ő életére? Hát biztos nem. Nem kicsit biztos, hanem nagyon biztos, hogy nem. Vagy például egy olyan ember, aki mondjuk ilyen rossz indulatú, ilyen ellenségeskedő, az milyen témákban fog érdeklődni? Hát amivel szembe lehet ellenségeskedni. Oké? Na most ha gondold végig, hogyha az ember, amelyik ellenséges témákban érdeklődő, akkor vajon az jobbító hatással van rá? Vagy a környezetére? Ha ki van csukva? Nem olyan rossz, mint a félelemben lévőnél, de mégis rossz. És az embereknek még ilyen alapszintű dolgokban sincs szinte semmi tudásuk. Pedig ez alap. Régen egyszerűen az emberek kerülték azokat az embereket, akik mondjuk félelem témákban voltak érdeklődők, vagy dühös témákban voltak, dühöt okozó témákban voltak érdeklődők, vagy rossz indulatú témákban voltak érdeklődők, kerülték őket. Most meg ez a jellemző. Érted? Ez a jellemző. De ezáltal neked jobb lesz az életed? Hát ha azt gondolod, hogy ezáltal jobb lesz az életed, akkor te bolond vagy. Erre nem lehet mást mondani. Tehát, ha megnézed, csak ennek alapján, amit most elmondtam, az emberek saját maguk rontják el a saját életüket. Oké? Tehát saját maguk rontják el a saját életüket. Mindenkinek a saját döntése az, hogy mi iránt érdeklődsz. Oké? Nincs rád kényszerítve, hogy mi iránt kell érdeklődnöd. Te az iránt érdeklődsz, ami iránt akarsz. Nem? De érdeklődhetsz olyan témák iránt is, ami pozitív változást tud létrehozni az életedben. Na most akkor menjünk még vissza egy kicsit. Ha egy olyan ember, aki az iránt érdeklődik, ami félelmet okoz, az tud létrehozni a saját életében pozitív változást? Soha, addig, míg ezt csinálja. Ha valaki arra érdeklődik, hogy dühösködjön, akkor az fog az életében, azok a témák fognak jobbulást hozni az életére nézve? Hát biztos, hogy nem. Ha valaki például rossz indulatoskodik, ami azt jelenti, hogy olyan témákat keres, amivel szemben lehet rossz indulatoskodni, lehet ellenségeskedni, akkor az vajon az ő életére pozitív hatással lesz? Nem. Tehát, sőt,
Ha ezek az emberek, akik ez a három típus, az ilyen témák milyen irányba fogják inkább vinni az életüket, pozitív irányba vagy negatív irányba? Döntsétek el. Ez mind negatív irányba. Tehát magyarul még rosszabb állapotba kerülnek tőle, hogyha a félelemben lévők félelem témát keresgetnek, érdeklődnek, ha a haragosak, haragos, amire lehet haragudni olyan témákat, és az ellenségesek meg, amire lehet ellenségeskedni, még rosszabb állapotba kerülnek tőle. De az jó az embernek, hogyha egyre rosszabb állapotba kerül? Akkor végül is, ha jobban megnézzük, akkor kik rontják el a saját életüket? Hát saját maguk az emberek, nem? Hát saját maguk azáltal, hogy milyen témára érdeklődők. Érted? Tehát még egyszer mondom, az embernek olyan témára kellene érdeklődő lenni, ami pozitív változást tud előidézni a saját és környezetedben lévők életére. Oké? És ez úgy működik, hogy visszafelé is működik, tehát ha az emberek negatív dolgokra érdeklődnek, akkor egyre rosszabb állapotúak lesznek. Ha pozitív dolgokra érdeklődnek, ami pozitív változásokat tud létrehozni az életükbe, egyre jobb állapotúak lesznek. És merre kellene haladni? A rosszabb állapot felé, vagy a jobb állapot felé? Tudatosan. Hát a jobb állapot felé, egyértelmű, nem? De ez túl bonyolult dolog volt, amit most elmondtam. Ez olyan bonyolult, hogy ezt ilyet, ó, hát 100 000 emberből egy fog tudni csinálni. Nem tudják. Hát pedig egy pofon egyszerű dolog, egy természeti törvény, hogy az embert az befolyásolja legjobban, ami a környezete, és a környezetedre vagy érdeklődő, érted? És az, hogy milyen a környezetedben azért van mindenféle, amire lehet érdeklődést tanúsítanod. De onnantól kezdve te döntöd el, hogy mire tanúsítasz érdeklődést. Nem más. Persze, ha körülnézed, egy olyan világban élünk, ahol pszichiáterek és pszichológusok, akik ismerik az emberek működését elég jó szinten, nem azt mondom, hogy tökéletesen, de elég jó szinten, az átlag embernél sokkal jobban, pontosan tudják, hogy az emberek bizonyos dolgokra hogyan reagálnak. Miért? Mert kikísérletezték. Még azt is kikísérletezték, hogy ha te egy monitort vagy egy tévét nézel, azon hogy kell, hogy a reklám elhelyezkedjen, hogy a legnagyobb hatást keltsen rád. Ezt tudom, hogy így van, mert én is részt vettem egy ilyen kísérletben, mint alany. Csak nálam nem működött. Mindenkinél működött, de nálam nem. Érdekes módon. És nem is értették, de hát mindegy. Én sem értettem, de hát mindegy. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, kik addig kísérleteztek, míg rájön, nem jöttek arra, hogy az embereket mivel, hogyan lehet manipulálni, és erre volt 100 évük. Nem 10, 100 éve kísérleteznek azon, hogy minél jobban hogyan lehet az embert manipulálni. A 20-as években kezdték el, 100 évvel ezelőtt. És már az azt jelenti, hogy azóta felnőtt 4 generáció 100 év alatt. 4 generáció felnőtt lett 100 év alatt.
és 4 generáció foglalkozott vele azzal kutatási szinten, hogyan lehet a leginkább manipulálni az embereket. Magyarul 100 év tapasztalata van már abban, hogy hogyan lehet leginkább manipulálni az embereket. Ezt az USA-ban kezdték el 100 évvel ezelőtt, és akkor utána ez tovább terjedt. Hát nézd meg, a 30-as évekre már egész jó szinten tudták manipulálni az embereket. Gondoljátok csak Hitlerre. Hát a gondold végig, hogy a 30-as években már, ha ezt viszonylag jól csinálták, akkor vajon mára mennyire jól csinálják? Túl jól. Túl jól csinálják, így van. Profi módon tudják az embereket manipulálni, és mire manipulálják? Arra, hogy ne értelmes dolgokra legyen érdeklődésed. Világos voltam. Hanem lehetőleg olyan dolgokra legyen érdeklődésed, amihez semmi közöd, mert nincs rá hatásod. Oké? És ez miért jó? Mert ha olyan, nekik miért jó? Mert ha olyan dolgokra manipulálnak, amire ők akarnak manipulálni, tehát, hogy ne legyen ráhatásod, tehát olyan dolgokkal, mert ugye az érdeklődésed alapján fogsz dolgokkal foglalkozni. Ami téged nem érdekel, avval nem fogsz foglalkozni. Ezt jó jegyezd meg. Az ember úgy működik, hogy azokkal a dolgokkal foglalkozik, amire van érdeklődése. És azokkal nem, amire nincs. És az embereknek elérik, hogy olyan dolgokra legyen érdeklődésük, aminek semmi értelme, akkor nem tudnak olyan dolgokkal foglalkozni, mert nem lesz idejük, nem tudnak olyan dolgokkal foglalkozni, ami értelmes. Érted? És ha az emberek nem foglalkoznak értelmes dolgokkal, tehát ami pozitív hatással van az életükre, akkor kiszolgáltatottá válnak. Világos ez? És ha az ember kiszolgáltatottá válik, akkor még könnyebb manipulálni. Tehát beviszik az embereket szó szerint egy ördögi körbe, ami lefelé húzza az embereket. Ördögi kör. Ez egy gonosz cselekedet. Oké? Nem egy jó cselekedet, hogy az emberek olyanokra, olyan dolgokra érdeklődjenek, amire semmi hatásuk nincs. Ez egy gonosz cselekedet. Ez egy ördögi cselekedet. Sőt, mondhatnánk azt, hogy ördögi terv. És ha ezt megcsinálják emberekkel, akkor mondhatjuk azt, hogy mivel ugye szabad akarata van az embernek, és ő saját maga választja ki az érdeklődési körét, ezért, hogyha olyan dolgokkal érdeklődik, ami ebbe az ördögi tervben benne van, mint olyan dolgok, amire semmi hatásuk nincs az embereknek, akkor mondhatjuk azt, hogy az emberek cimborálnak az ördöggel. Oké? Mert azt csinálják, amit az idézőjelben az ördög akar. Oké? És ha egy ember azt csinálja, amit egy ördög akar, akkor cimborál az ördöggel. Tehát gondold végig, ha neked van egy gonosz barátod, akkor előbb-utóbb te is gonosz leszel. Oké?
ha barátkozol egy bűnözővel, akkor előbb-utóbb te is bűnöző leszel. Mondok rá egy példát, jó? Egy nem bűnöző ismerősöm még fiatal korában elment dolgozni egy olyan céghez, hát most nem tudom, hogy cég volt vagy mi volt, mindegy, egy olyan emberhez, aki foglalkoztatott embereket, tudjátok mire? Autólopásra foglalkoztatott. Ő nem abból a célból vette föl, hogy autólopást csináljon, mert nem is értett hozzá, ő nem volt egy bűnöző. És akkor beszéltük a nejemmel, ez még évtizedekkel ezelőtt volt, akkor beszéltük a nejemmel, hogy ennek nem lesz jó vége, előbb-utóbb ő is autótolvaj lesz. Vajon igazunk lett? Így van, ült is autótolvajlásért több évet. Oké? Hát nem véletlen az a mondás, hogy aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. Tehát ha egy ember ugye olyan barátokkal rendelkezik, akik nem tisztességesek, és ő az egyetlen tisztességes, akkor előbb-utóbb ő sem lesz tisztességes. És nehogy azt higgyétek, hogy ez közvetlenül is csak így működik, ez közvetett módon is így működik. Tehát emberek elérik azt, hogy az emberek olyan dolgok iránt érdeklődjenek, amire nincs hatásuk. Oké? De emberek csinálják ezt. Érted? És az emberek szépen elkezdenek olyan dolgokkal foglalkozni, amire semmi hatásuk nincs. Az azt jelenti, hogy egy húron pendülnek azokkal, akik ezt szervezik, intézik. Oké? Tehát magyarul ahelyett, hogy értelmes dolgokat csinálna az illető, az idejét teljesen értelmetlen dolgokkal tölti. És szerinted az élet, az emberi életnek az a célja, hogy értelmetlen dolgokkal foglalkozunk? Hát ha valaki azt gondolja, hogy az emberi életnek az a célja, hogy értelmetlen dolgokkal foglalkozunk, erre azt tudom mondani, hogy te hülye vagy. Erre nincs más, amit lehet mondani. Hát az emberi életnek az a célja, hogy az ember értelmes dolgokkal foglalkozzon. Oké? És ugye még egyszer mondom, az az értelmes dolog, ami, mondjátok vissza, előre vissza az életedet pozitív irányba. Ami a pozitív irányba tudja vinni az életedet. De ezt még nem hallottam mindenkitől. Hadd halljam több embertől is. Mi az olyan dolog, ami értelmes? Ami az életben pozitív irányba viszi az életedet. Így van. Így van. És miért kell az embernek pozitív irányba vinni az életét? Nem azért, mert a negatív irány rossz, hanem azért, hogy fejlődjön. Fejlődjön. Miért kell az embernek fejlődni? Hát, hogy olyan dolgokat megéljen a fejlődése révén, amit meg tud oldani. Érted? Mert ha az ember nem fejlődik és találkozik egy bonyolult problémával, nem fogja tudni megoldani. De ha az ember nek már van tudása, mert fejlődött, akkor a bonyolult problémát is simán megoldja. És miért kell megoldani a bonyolult dolgokat?
Mert ha egy kicsit körülnézel, akkor a világon sok, ne csak a Földet nézd, hanem az egész univerzumot, akkor sokkal több a bonyolult dolog, mint az egyszerű. Hát mondok csak példát. És azt mondanák, tehát nézze meg mindenki a felső ruházatát, nézze rá a felső ruházatára, mindenki a sajátjára. Jó, tehát mindenki nézze meg a saját felső ruházatát, az, ami legfölül van. Meg tudnád csinálni? Ugyanazt a ruhát meg tudnád csinálni? Hát jó, mert neked az a szakmád, de akinek nem az a szakmája, meg tudnád csinálni? Nem. Nem, akkor számodra bonyolult? Oké. Na akkor mondom annak, aki az, mondjuk a ruhát meg tudnád csinálni, hogy ha odaállítanék egy autót eléd, meg tudnád szerelni? Amelyik éppen be van dögölve? Nem. Nem, mert bonyolult lenne. Biztos, hogy nem. Így van, odaállít mondjuk a szülésznő a szülőágy elé, meg tudnád csinálni a szülést? Persze. Persze, így van. Azért, mert már szült, azért ért hozzá, persze. Hát az volt, hogy meg tudod csinálni a szülést? Nem lehet. Szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy a legtöbb dolog az életünkben nem egyszerű, hanem bonyolult. És az azt jelenti, hogy a bonyolult dolgokat az nem csak úgy megcsinálni, hanem az kell tudás, érted? Tehát ahhoz, hogy mondjuk egy pulóvert megkössek, ahhoz meg kellene tanulni kötni, érted? Sőt, ha azt mondanák, hogy jó, nem tudsz venni hozzá anyagot, akkor meg kellene tanulni azt is, hogy hogy tudja előállítani az ember hozzá az anyagot, érted? És akkor ez nem bonyolult? Hogy ne lenne bonyolult? És a legtöbb ember ezt meg tudná csinálni? Dehogy tudná megcsinálni. Tehát egy olyan világban élünk, ahol az embernek olyanná kellene válni, hogy minél több dolgot képes legyen megoldani. És akkor ugye az ember azt gondolná ezzel kapcsolatban, hát jó, de hát az életünk véges, gyakorlatilag olyan túl sok dolgot nem tudunk megtanulni. De hát te már nem csak ebbe az életedben tanultál, hanem tanultál egy előzőben, meg egy azelőttiben, meg egy azelőttiben, meg egy azelőttiben, meg egy azelőttiben, meg egy azelőttiben. És hol van az az összegyűjtött tudás? Nem gondolod azt, hogy azt elmentették? Nem gondolod azt, hogy az rendelkezésedre állhat, ha ember nincs, aki egy élet során mindent meg tud tanulni. Nincs. Akkor lehetne, ha mondjuk élnél, akkor se tudnám mindent megtanulni, de ha mondjuk élnél mondjuk 10 000 évet egyszerre, egyfolytában, akkor biztos, hogy sokkal több dolgot meg tudnál tanulni, mint ebben a satnya kis 80 éveddel. Többek közt kötni is, persze. Szóval gondold végig, hogy volt egy csomó előző életed, sőt, nem csak ilyen 60, 70, 80, 90 évekből álló életed, hanem akár több ezer évből álló életed is. Mi van azzal a tudással? Nincs benned. Azt törölték, most nincs benned. Azt kimentették, elmentették, mint a számítógépén, el van mentve. Mutatok ezzel kapcsolatban egy dolgot. Itt van például ez a kristály koponya. A kristály, az nem tudom mennyire vagytok tisztában azzal, hogy képes információ tárolására, méghozzá korlátlan ideig. És a kristály méretétől függően képes a mennyiségre. Tehát ez a kristály ebben a méretben
több információ tárolására képes, mint az összes emberünk számítógépe együtt. Csak még nem áll rendelkezésre az a technológia, legalábbis ez a technológia még nem nyilvános, ahol ezt az emberek megismernék, hogy ez így van. Tehát ez egy akkora kristály, hogy onnantól, hogy te megfogantál, tehát a születésed előtt általában 9 hónappal fogantál, onnantól, hogy megfogantál, úgy értelmezzétek, mint van egy film, amely mondjuk másodpercenként 50 képet jelenít meg, másodpercenként, és de ha az a képhez még hozzá rögzítenénk a 3D-t, mert a filmek általában 2D-sek, tehát ugye a 3D az azt jelenti, hogy térlátás, hozzá rögzíted a térlátást, hozzá rögzíted a szagot, hozzá rögzíted a tapintást, az ízlelést, és így onnantól kezdve el van mentve 50 másodpercenként 50 kis kockába, érted? És ha élsz mondjuk 140 évig, amit nem sok ember él, akkor egy ekkora kristályba bőven belefér az az információ, amit az összes érzékszerved összegyűjtött az életed során. És ha ezt megnézzük, akkor egy magasabb technikai fejlődés révén az adatnak a halmozása nem jelent problémát. Gondold végig egy ember fejnyi kristályban, benne van az egész emberiség információja, több ezer évre visszamenőleg. Tehát azért mondtam, hogy ez a kristály az nagy, hogy, hogy ne maradjon még hely amellett, hogy berögzített minden információt az életed során. Tehát ez körülbelül egy országnak az információját tudja eltárolni, oké? Egy ekkora kristály. Na most, ha ezt tovább nézzük ezt a dolgot, akkor hol vannak a tudásai? Hol vannak azok az információk, amiket az előző életedben megszereztél? Mert megvan, el van mentve, csak nem emberek által. És ezt vissza lehetne kapni, ha nem ebbe a fránya életben lennél, érted? Miért fránya? Mert fránya életként éled meg. De ez az élet, ez lehet egy céllal is. Egy olyan céllal, hogy kijutni ebből a mókuskerékből, amiben az emberek vannak, amit úgy hívnak, hogy reinkarnációs körforgás. Ami azt jelenti, hogy megszületik, meghal, megint beszületik egy testben, megint meghal, megint beszületik egy testben, megint meghal, megint beszületik, és akkor egy végtelenig lehet ezt gyakorolni. De ennek mi az értelme így? És mindig el van mentve a tudásod, és mindig gyarapodik, de mégsem érzékeled ezt a gyarapodást. Nem az, annak lenne az értelme, hogy visszanyerd a teljes tudásodat, amióta a teremtő létrehozta a lelkedet? Ami lehet, hogy év százmilliókkal ezelőtt történt.
vagy lehet, hogy akár év milliárdokkal ezelőtt történt. Tehát miért hallgatsz olyan információkra, ami változást nem tud létrehozni a te életedben? Miért hallgatsz olyanra, hogy te a majomtól származol? Vagy az evolúció része vagy? Miért hallgatsz olyanokra, hogy egy életed, egy halálod van, és nincs több? És ebben az életben kell mindent megélni. Miért? Miért nem hallgatsz olyan információkra, ami pozitív változást tud létrehozni az életedben? Azt tudod mondani például erre, laikusként, hogy nem bizonyított az, hogy reinkarnációs körforgás van. És az sem, akkor erre azt mondom, hogy nincs. Ilyen egyszerű. Oké? Sőt, az inkább bizonyított, hogy van, mint hogy nincs. Oké? Főleg azoknál, akik valamilyen oknál fogva kaptak olyan képességet, hogy visszaemlékeznek az előző életükre. Oké? És az pedig már bizonyíték. Szóval a lényeg az, hogy te most olyan dolgokba hiszel, nem azoknak mondom, akik itt tanulnak, hanem azoknak, akik nem itt tanulnak. Olyan dolgokban hiszel, ami nem hoz változást az életedben. Mert az milyen változást tud hozni az életedben, hogy egy életed, egy halálod van? Az milyen változást tud létrehozni, hogy na most ebben az életedben kell mindent kiélni, és ha mindent ki akarsz élni, ki akarsz használni, akkor tuti, hogy fel kell rúgnod etikai szabályokat. És ha te pedig fölrúgsz majd etikai szabályokat, az is tuti, hogy azután olyan büntiket kapsz, hogy beleződülsz, főleg ha sokat vagy nagy etikai szabályokat rúgsz föl. Tehát mondhatjuk azt, hogy van egy ilyen mondás, hogy jót tett helyébe, jót várj. De sajnos nincs olyan mondás, hogy a rossz tett helyébe, rosszat várj. Mert bizony ez így van. Ha egy ember helytelenül cselekszik, annak ránézve negatív következménye lesz. Tehát amikor az életedben 21 éves kortól bármit megéltél problémaként, az a te sarad volt. Azt te okoztad, nem más. Tudom, hogy a szembesülés az sok embernek fájdalmas, de ha nem szembesülsz ezekkel a fájdalmakkal, akkor soha nem fogsz fejlődni. Mert ragaszkodni fogsz mindig a nem tudáshoz. Mert a jó öreg nem tudás révén az ember ilyen budgyantként élheti az életét, érted? Szó szerint. Szó szerint budgyantként. És akkor sok embernek már, nézzétek meg, már az a Kánaán volt, hogy kiment a lakásából az utcára az elmúlt két évben. Az volt az öröm, érted? Mert elérték, hogy már ennyi öröm legyen, érted? Hát most gondold végig, hogy
Itt van 10 terület. Ez az életünk különböző területe. Összefüggések persze vannak köztük. Nem lenne jó tudni ezekkel bánni? Hogy bármi történjen ezeken a területeken, veled, meg tudjad oldani. Nem lenne jó? Hogy nem lenne jó esetleg segíteni másoknak abban, hogy ők is tudjanak ezeken a területeken boldogulni? Feltétel nélkül boldogulni. Ugye a feltétel nélküli boldogulás azt jelenti, hogy olyan nincs, hogy valamit ne tudjál megoldani. Érted? Nem lenne jó? Tehát nem lenne jó, hogyha környezetedben is olyan emberek élnének, akik boldogulni tudnak az életükben. És nem ezt a sok búval baszott embert nézni. Hanem azt nézni, hogy vidámak az emberek. Nem jobb lenne? Nem jobb lenne azt nézni, hogy jó hangulatuk van? Jó kedvűek? Mint amit most látni az embereken? És akkor azt mondod ugye, hogy ó, hát neked nincs időd. Hát annyit dolgozzál, hát túl kell élni. És akkor én erre csak azt tudom mondani, hogy nekünk van egy olyan közösségünk, akik a fejlődő emberek közössége. Akiknek van egy közös céljuk, az közösség, amelyiknek van közös célja. Az nem közösség, amelyiknek nincs közösség célja, az csak egy mondva csinált közösség. Nekünk van egy közös célunk, hogy hozzásegítsük másokat és magunkat ahhoz, hogy bekerülhessünk az aranykorba. Aminek 2035-re meg be kellene következnie. Nagy baj lesz, ha nem következik be, csak úgy mondom. Szóval be kellene következni. Az aranykor az az elnyomásmentes társadalmi forma. Egy olyan társadalmi forma, hogy akkorra már mindenki tudja önállóan az életét vezetni és irányítani. Nem kell majd senkinek megmondani azt, hogy na neked most napi szinten ezt kell csinálni, mondjuk körmölni papírokat, vagy mit tudom én, vagy állni egy futószalag mellett, vagy vezetni egy autót egész nap ide-oda-amoda. Érted? Mert ugye sokan azért szeretnek sofőrnek lenni, én is annak idején voltam sofőr másfél évig. Azért szeretnek sofőrnek lenni, mert szabadnak tűnik. De akkor is megmondják, hova kell menned. És nem oda mész, ahova akarsz, nem akkor, amikor akarsz, nem azzal mész oda, ahova akarsz, és nem akkor jössz vissza, amikor akarsz. Tehát akkor mégse szabadság. Tehát az ember egy olyan társadalomban fog élni a jövőben, ahol pontosan tudja, hogy neki mi a dolga, érted? Mindenki a képességi alapján fogja tenni a dolgát. Egyszerűen fogják, emberek összeülnek, megbeszélik, mi a dolguk, és mindenki csinálja a dolgát, és nem kell főnök, aki kontrollálja, hogy most dolgozik, vagy nem dolgozik, érted? Hogy lóg, vagy mit csinál? Éppen internetezik, vagy dolgozik. Érted? Ha mostanában a legtöbb munkahelyen nagyon könnyű internetezni, mert van mobiltelefon, tudod? Nem úgy, mint régebben, hogy csak számítógépen lehetett internetezni, és le lehet mobiltelefonozni is. Vagy telefonon internetezni. És ugye mit csinálnak a dolgozók jó része? Hát internetezik munkaidőben. Nem malmozik, mert megtanulja az internetezést.
vesz egy okos telefont, azt megtanulja, hogy lehet rajta nézelődni minimum. Ha más nem, filmeket. De ez etikus, hogy az emberek kapnak fizetést. Mondjuk egy egészségügyi intézményben, nem éppen kórházról beszélek, hanem mondjuk egy STK-ról. Tehát egy rendelőintézetről. És ott dolgozik mondjuk 200 alkalmazott, és beteg meg alig van. És ha interneten bejelentkezik valaki mondjuk betegnek, és netántán meggondolja magát és mégsem megy el, akkor oda nem raknak be egy másik beteget. Már nem ül kint senki. Érted? Akkor lehet nyugodtan internetezni. És ezért kapják a fizetésüket, mert interneteznek. Tehát elég érdekes jelenlegi világban élünk. És ez az etikus? Hogy az ember azért kap fizetést, hogy ne azt lássa el, amire fölvették? Az aranykorban ilyen nem lesz. Az azt jelenti, hogy mindenki teszi a dolgát, de van egy jó hír. Nem kell dolgozni majd 8 órát, meg többet. Hát ha most nem lennének az elvonások, amit az állam felé be kell fizetni, meg a munkáltatónak a hasznára termelsz, akkor gyakorlatilag nem kellene dolgoznod naponta 2 óránál többet, azért a jövedelemért, amit most keresel. Világos voltam? 2 óránál többet. Azért, amit most keresel. Tehát a jövőben egy ember olyan 2-3 órát fog dolgozni az aranykorba, és mit csinál a többi idejére? Tanul, így van, hát nyilván szükségleteit azért ellátja, tanul, és amit tud, átadja azoknak, akik azt még nem tudják. Világos ez? Tehát az embernek van egy olyan fajta működése, hogy teremtésre született. Hát ehhez képest ma a legtöbb ember, főleg itt a nyugati társadalomban nem teremt semmit. Csak gondod meg, problémát teremt. Tudod, milyen jó dolog az, amikor az a teremtés részedről, hogy egy ember jobban boldogul az életben? Azért, mert te tudtál ebben neki segíteni, hogy jobban boldoguljon az életben. Érted? Azért én sok mindent csináltam már életemben, különböző dolgokat, nem csak foglalkozásból, hanem muszájból is, de egy se volt ilyen élvezetes. Oké? Okay. Az aranykor, hogy meglegyen a Földön, szükség van 300 millió tanítóra. Érted? 'Hogyha leveszünk számokat, akkor azzal az a baj, hogy azoknak meg kell halniuk. Ha kisebb lesz ez a szám, mint 300 millió a tanító, tehát az azt jelenti, hogy a tanító a 4%. Ha mondjuk az csak 10 millió lenne, az 25-ször 10 millió, akkor az azt jelenti, hogy bekerülhet az aranykorba 250 millió, a többi meg megy a süllyesztőbe. Világos voltam? És ezt elrendezik a fentiek. Ne aggódjatok, hogy nem!
mert a halálnak ők az urai, ugyanúgy ahogy a születésnek ők az urai, ugyanúgy az elmúlásnak is ők az urai. De mi döntjük el azt, hogy akarunk-e fejlődni, akarunk-e bekerülni az aranykorba, vagy sem? Aki úgy gondolja, hogy nem, az bizony úgy járt, hogy a 35-öt nem éli meg. Világos ez? Legalábbis ebben az életében biztos nem. És akkor mondhatja valaki, hogy de hát majd születek a következő életemben. Ha? De most képzeld el, mondjuk visszaesne a bolygó létszáma mondjuk 250 millióra. Akkor a 8 milliárd ember mikor következik sorra az újra születésnél? Számolgass már. Hát úgy átlag két gyerekkel mondjuk, mikorra kerülne sorra a 8 milliárd? Így van. Hát legalább évezredek múlva. Oké? De azt, hogy valaki tanuljon vagy nem, azt ő dönti el. Oké? Tehát ennek a bolygónak be kell tagozódnia abba az energetikai folyamatba, amit van ugye az univerzum ezen részén, ahol jó állapotú teremtő lények teremtik azt, amit teremteniük kell. Oké? És ebben most kilógunk itt Föld nevű bolygóként. És ennek lesz vége 2035-tel. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy ha nem állunk be a sorba, és nem válunk olyan lényekké, akik képesek önállóan csinálni a dolgukat, tenni a dolgukat, teremteni, akkor nagy gebasz van. Ehhez, hogy honnan veszem ezeket a dolgokat, azért elmondanám, hogy vannak olyan tudásom és képességeim és tapasztalataim, ami ebben a kombinációban, ami nekem van a tudás és tapasztalat és képességek kombinációjában, az egész bolygón gyakorlatilag páratlan. Mert például 4 területen sikerült a vezetésemmel piacvezető pozíciót elérni. 4 különböző területen, ráadásul abból ellentétes területek is, teljesen ellentétes területek is voltak. Ugye az is elég egyedülálló nálam, hogy egy kalap alá tudtam hozni az anyagot és a szellemiséget. Ugye az is egyedülálló, hogy minden területen, az élet minden területén tudunk olyan tudást nyújtani, ami működik azon a területen, akár egy probléma megoldásában. És ha mondjuk az aranykorról beszélnénk, akkor abból tudnék egy elég komplex, elég hosszú előadást tartani, ami mondhatjuk azt, hogy a legtöbbet tudok a jövőbeni aranykorról, hogy mit kellene csinálni a bolygón az emberek közül. Tehát amit csinálunk, az lehet, hogy egy kicsit számodra furcsa, mert ilyen típusú szervezet, amit mi konkrétan csinálunk, nincs több.
egy. Tehát például a politikai és vallási befolyástól mentesek vagyunk. A másik, hogy lehet, hogy az is furcsa, hogy amikor már te itt vagy tanuló, akkor ugye azt fogod hallani, hogy érdemes lenne szervezned. És amikor te szervezésről hallasz, akkor összekapcsolod valami olyan dologgal, amiben emberek már ezen a bolygón szerveztek. Mert ezen a bolygón más szervezet, ilyen dolgokban, amit mi csinálunk, még nem szerveztek. Világos voltam. Sőt, ilyen módszerrel sem szerveztek. És lehet, hogy ezért furcsa a szervezés. Mert te összekötöd, mit tudom én, valami anyageladással. Vagy összekötöd valami, mit tudom én, valami szolgáltatás eladással. De lehet, hogy ilyenekkel találkoztál, vagy valamilyen ismerősöd már találkozott. De ezen a bolygón rajtunk kívül még senki nem szervezett így ilyen típusú, de egyáltalán semmilyen típusú, az élet minden területén használható tudásra nem szerveztek. Tehát mivel én ezzel a szervezési móddal, amit most csinálunk, vagy ehhez hasonlóval, én foglalkoztam, és piacvezető pozíciókat sikerült elérni három területen, hát miért ne használnám ezt a szervezési módot? És miért ne használnánk teljes szervezeti szinten ezt a szervezési módot? És ebben is egyedülállók vagyunk. Teljesen a bolygón. Egy olyan, azért gondold végig, jönnek mennek a különböző dolgok a világban, jönnek mennek a különböző cégek, de azért mi itt vagyunk, mint cég, 94 óta. Ez hány éve? 26, nem? 27? 27? Mert 94 július 1-ével lesz. 27 éve. Érted? Azért, ha egy cég 27 éves, ha nem valószínű, hogy el fog tűnni mondjuk 2 év múlva vagy 5 év múlva. Érted? Mert egy olyan cég, amelyik 1 éves, vagy 1 hónapos, az lehet, hogy már 3 hónap múlva nem lesz. Érted? És ráadásul ez a szervezetünk az egy vezetés alatt volt, nem több vezetés alatt. Oké? Itt nem voltak vezetőcserék. Nem voltak ilyen. Én alapítottam, és én vezettem azóta is a szervezetet. És ha egy cég fennáll 27 éve, az nem véletlen. Egy vezetéssel. A legtöbb cégnél találkoztok ilyennel. Mert cserégetik az ügyvezetőt. Érted? Szóval a lényeg az, hogy ha ide kerülsz, akkor egy olyan közösségbe kerülsz, ahol olyanná válhatsz a jó állapotú emberek miatt, hogy jól érzed magad abban a társaságban, és egyre jobb kedvűvé tudsz válni. Tudsz pénzt keresni is a szervezéssel, és meg tudsz belőle élni. Érted? Sőt. És akkor már nem mondhatod azt, hogy de neked nincs időd a szervezésre. Mert a szervezésből meg tudsz élni, és nem kell más csinálni, foglalkozásként. És ha neked lesz egy saját csapatod, akkor a saját csapatban lesznek olyan emberek, akik fognak tőled segítséget kérni, mert különböző problémákkal rendelkeznek.
és te fogsz tudni segíteni. És magadban biztos vagyok, hogy büszke leszel arra, hogy tudtál nekik segíteni. Érted? És ha az ember olyat csinál, amire büszke tud lenni, az ki van csukva, hogy rossz érzés legyen valakinek. Mármint az, aki csinálja. Nyilván irigyeknek rossz érzés. Oké? De nem annak, aki csinálja. Tehát annyit tudok kérdezni tőled, hogy miért nem próbálod ki itt a tanulást? Mondjuk 3 hónapra. Mennyibe kerül? 40 000 forint alatt van ez az összeg, 500 forinta a 3 hónapra. A 3 hónapra. És akkor még kapsz egy árgaranciát is további 32 hónapra, hogy nem emelkednek az árak, és havi 9800 forintból fogsz tudni tanulni. Ha úgy gondolod mondjuk 3 hónap után, hogy ez neked továbbra is kell. És kérdezték tőlem éppen minap, hogy meddig tart a tanfolyam. És erre ugye választ mondtam, hogy régen 2 év volt, 1,5 évvel kezdtük, majd 2 év lett, utána 3 év. Most van 25 témánk, és a 4. témánál tartunk, és több mint 1 éve csináljuk, akkor számogassatok, jó? Tehát mondom, van 25 nagy témánk, és a 4. témát csináljuk, több mint 1 éve kezdtük. És mivel körforgásos alapon működik az egész képzés, ezért semmiből nem maradsz ki. Ha valamit szeretnél visszamenőleg megvenni, meg tudod venni 9800 forintért. A képzéseket igénybe tudod venni. Interneten, élőben, interneten felvételről, és igénybe tudod venni személyesen a különböző olyan helyszíneken, amit a vezetők tartanak élőben. Az azt jelenti, hogy ott van egy kivetítés, és ott együtt nézik az élő adást, együtt nézik, hogy együtt legyenek az emberek. Oké? Vagy például mondjuk, ha valaki a világ másik felén van, meg lehet azt csinálni, hogy mondjuk ilyen Skype vagy Messenger-szerű működési elvel összekapcsolódnak, és akkor otthon nézi mindenki élőben, de látják egymást Skype-on, vagy Messengeren, vagy bármi más olyan platformon, ahol ezt meg lehet csinálni. Szóval lényeg az, hogy úgy van kialakítva az egész képzési rendszerünk, hogy érdemes lenne kipróbálnád. Veszíteni semmit nem tudsz ez alatt a 3 hónap alatt, mert a 3 hónap alatt 450 000 forint értékű tudást adunk át neked. 40 000 forintért. Akkor mi a vesztesége? Semmi. Csak egy dologra hívom fel a figyelmet. Hogyha elkezded a képzést, akkor hetente 2 ilyen képzés van, akkor ezt csináld végig, ne hagyják ki képzéseket. Oké? Tehát ne járj úgy, mint akik abba hagyják azért, mert mondjuk az 1 hónap alatt, vagy ugye az 1 hónap alatt durván 8 képzés, most ugye mindig több, mert ugye most folyamatosan 5-7-es képzések lesznek hónapokon keresztül, az azt jelenti, hogy 10 képzés van egy hónapban, és akkor ezt a 10 képzést nem nézik. Vagy a 10 képzésből néznek 1-2-t, és akkor persze, hogy abba hagyják, mert minek fizessenek azért, amit nem is néznek. Tehát ebbe a csapdába ne ess bele, hanem akkor szánd rá az időt. Jó? Ez azt jelenti, hogy érdemes rászánni akkor az időt, amikor ez élőben van sugározva, mert akkor be tudod majd illeszteni az életed részévé. Mert az a jó,
hogyha beillesztesz valamit az életed részévé, mert akkor tud szokássá válni. Ha össze-vissza nézed majd az előadásokat, akkor soha nem lesz az életednek az a része, hogy te a tanulással foglalkozol. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, gyertek tanulni, sziasztok!